Nagyméretű fa puzzle, ez volt az egyik legnépszerűbb eleme a Népi Játszóháznak, ami hétvégén várta a gyerekes családokat a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ előtti téren, de a kicsiknek összeállított színházi darabok és koncertek is népszerűek voltak. Egyébként a bábeleadásra jöttünk, de hát azt egy idő után megunta a kisfiam, úgyhogy... De itt ezek a játékok nagyon lekötik, a vonatokat is nagyon, tehát nagyon kellett már szerintem ez a gyerekeknek egyébként. A Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai háromnapos rendezvénnyel készültek a hétvégére, a nyárindító nevű eseményt követően pedig már az egész évre szólóan állítják össze a Tolnai megyeszékei kulturális programjait. Én úgy látom, hogy szépen-szépen napról napra jobban átérzik az emberek, hogy végre itt a nyitás, végre találkozhatnak. Létszámkorlátokra, természetesen is a járványügyi szabályokra maximálisan figyelünk, de azt gondolom, ez a nyár végre a felszabadultság és az öröm érzése lehet. A Babits Mihály Kulturális Központ következő programjára a Vármegyeháza udvarán kerül sor. Ott a Futball Európa-bajnokság ideje alatt óriás kivetítőn lehet követni a mérkőzéseket.